kapaszkodjanak a pálya talajához. A műfő csúszott, vizes volt, kicsit magukhoz kellett térni az elején. Egy nullára győzött a magyar labdarúgó válogatott a Feröer-szigetek ellen. Hogyan láttad te a mérkőzést? Első negyed óra többször szóba került a magyar és a Feröer részről is. Nyilván a magyaroknak az volt a terve, hogy megnyomják az első negyed órát és nyomást gyakoroljanak a Feröer kapura. A másik oldalon viszont az volt a terv, hogy túléljék az első negyed órát. Hát igazából én ezt úgy látom, ez pont fordítva sikerült. A Feröeriek azok, akik jobban kezdték a meccset egyértelműen. Nem tudom, hogy hogyan jött, talán a magyaroknak egy kis idő kellett, hogy alkalmazkodjanak a pálya talajához. A műfő csúszott, vizes volt, kicsit magukhoz kellett térni az elején, és szerencsére a Dibusz az elején egy nagyot védett, illetve kétszer talán blokkoltak egy Feröeri lövést. Mikor az első negyed óra 20 perc lement, onnantól kezdve viszont egy mezőnyjáték alakult ki, ahol a Feröeriek birtokolták többnyire a labdát. Ha jól emlékszem, talán a 36. percben volt az első olyan, ahogy úgy éreztem, hogy a magyaroknál volt egy fél percig, egy percig húzamosabb időben a labda, addig többnyire a Feröeri lábon volt, de annak ellenére, hogy mezőny fölénybe voltak a Feröeriek, talán lehet ezt így mondani, annak ellenére nem voltak veszélyesek a magyar kapura, úgy éreztem, hogy helyzetekig nem jutottak el, és igazából nem volt veszélyben ez az 1-0. Persze előfordulhatott volna, hogy itt a végén, a 90. perc környékén egy szögletnél, bedobásnál odaesik egy Feröeri láb elé a labda, bekotorják a kapukba, egy-egy lesz belőle, de igazából komoly kidolgozott helyzetig a Feröeri csapat nem tudott eljutni. Olzen kapitány mit mondott a sajtótájékoztatón? Arról beszélt, hogy nagyon-nagyon elégedett a csapat teljesítményével, úgy érzi, hogy amit kért a csapattól, azt betartották maximálisan. Ugye az volt a terv, az volt a lényege a játékuknak ma este, amit szeretett volna látni a pályán, hogy többet birtokolják a labdát, megmerik tartani a labdát, és előre játszanak belőle, ezt hiányolta az utolsó meccsen, talán a második közöbb az északírek ellen, amikor látta, és azt mondta, hogy erre tovább tudtak építeni, és úgy érezte, hogy sokat volt nálunk a labda, az fontos volt azért is, hogy a végére ne fáradjanak el a Feröeri játékosok. Úgy érzem, hogy ez ebben igazából igaza is van, ez úgy jött le, hogy ez úgy tényleg sikerült, és igazából még azt mondta, hogy nagyon csalódott azért, hogy 1-0 lett, úgy érezte, hogy az elején, a meccs elején főleg, hogy beakadhatott volna egy lövés a Feröeriek részéről legalább, vagy kettő, és akár egy vagy kettő óra vezethettek volna az elején. Az eredmény miatt csalódott, a játék képe alapján pedig úgy érzi, hogy elégedett lehet, és dicsérte a játékot.